következő fellépőnk, előadónk Gerzsenyi Róbert lesz, aki pedig a 3D-s nyomtatásról fog előadást tartani nektek. Fogadjátok őt sok szeretettel. Sziasztok! A házi 3D nyomtatás, illetve ennek cosplaybe történő használhatóságáról lesz szó. A 3D nyomtatók első példánya az 1980-as években jelentek meg. Akkor még igen nagy és drága gépek készültek, és a késztermékek elég korlátozott felhasználhatóságúak voltak. Mint látszik, az akkori készülékek még 4 tanműhely asztalnyi helyet foglaltak, a mai gépek jelentősen kisebbek, főleg az otthoni használatra valók. Ugye felmér az első kérdés, hogyan működik egy házi 3D nyomtató. Ezt a tárgyat cosplay készítésnél elég gyakran használjuk, ugye a ragasztópisztoly. Ez pedig egy 3D nyomtató fej. Az elv az nagyon hasonló, egyik oldalt behelyezzük a nyersanyagot, még nincs megolvasztva, a másik végén pedig az olvadt anyag távozik. A nyomtató fej esetén ugyanez a helyzet, csak itt műanyagszállal dolgozunk. Miért van szükségünk a 3D nyomtatáshoz? Először is kell egy 3D modell, szükségünk van egy úgynevezett szeletelő vagy nyomtató programra, ezzel tudjuk a 3D modellünket rétegekre darabolni, ezeket egyesével nyomtatja ki a nyomtatónk. Nyilván szükségünk van egy 3D nyomtatóra, hogy ki tudjuk nyomtatni az előkészített modellt. Szükségünk van továbbá nyomtató szára, ez lesz klasszikus példával élve a tintapatronunk, ebből fognak készülni a tárgyaink. Ugye 3D modell. Interneten nagyon sok olyan oldal van, ahonnan lehet letölteni kész modelleket. A kész modellek, azok, mint a képen láthatók, vannak nagyon picik, illetve nagyok is. A letöltés általában ingyenes. Ezekkel a modellekkel általában könnyen lehet kezdeni, mindjárt lehet jó eredményt elérni, viszont van egy nagy hátrányuk, nem szerkeszthetők. Letöltjük a modellt, szeretnénk változtatni rajta, szeretnék mondjuk a tárdiszre egy feliratot tenni, vagy akár egy szöveget, egy kulcstartóra, nem tudom megtenni, mert a modellek nem szerkeszthetők. Egy idő után eljutunk oda, hogy saját modelleket kell készítenünk. Én mielőtt elkezdtem volna 3D nyomtatással foglalkozni, készítettem már 3D modelleket, azért, mert ha készült bármilyen kiegészítőm, szerettem volna úgy megcsinálni, hogy méretarányos legyen. Nagyon egyszerű megoldás volt, modellező programba magam mellé tettem a karakter képét, fel tudtam építeni az alapján a modellt, és biztos, hogy méretarányos volt. Lent látható egy nagyon egyszerű modell, ez még csak egy réteget tartalmazott, semmi extra nem volt rajta. Luxhoz készült először komolyabb modellem, ez több mint 20 darabból állt össze. Az első olyan tárgy, amit kimondott a 3D nyomtatáshoz készítettem, az itt a bal oldalt látható. Ez Sailor Moon-nak, Moonstick-en látható hold része. Ez kimondottan 3D nyomtatása lett tervezve. Milyen alapanyagokat használhatunk? Alapvetően ettől fog függni, hogy cosplay készítés során miért tudjuk használni a kész tárgyakat. Nagyon sok alapanyag van, én 3-mal foglalkoztam rövidebb-hosszabb ideig, mindegyiknek általában ilyen szép 3 betűs, vagy egyrétve 4 betűs neve van. Minden alapanyag megtalálható több színben, az átlátszótól a feketéig. Illetve általában 1 kg-os tekercsen található, ami 300 méter anyagot tartalmaz. Nem is olyan kevés. Az első alapanyag, amiről érdemes beszélni, az a PLA. Ez lesz leginkább használható cosplay tekintetben, ugyanis olcsó, könnyű vele nyomtatni. Az olcsót azt úgy kell érteni, hogy a 4-5 ezer forint körül már kapható, 300 méter anyagért nem is annyira vészes. Megfelelő beállítással a nyomtatás szaktalan. Ez főleg akkor jó, mint esetemben is, ahol a szoba közepén található a nyomtató.
ha jól van beállítva a hőmérséklet, akkor tényleg szaktalan, nyugodtan lehet mellette akár aludni is, ha a nyomtató zaja nem zavar. Illetve egy másik nagy előny, ellenben nagyon sok műanyagtól, ez teljesen lebomlik megfelelő körülmények közt. Attól nem kell félni, hogy a kinyomtatott tárgyak egy-két napon belül elbomlanak, vagy nem bírják mondjuk a kon végét. Itt hosszú évekről van szó, viszont az a lényeg, hogy ez lebomlik, és így nem terheli annyi a környezetet. Festhető többféle festékkel. Én próbáltam fújós festékekkel, akril festékkel, mindegyiken nagyon szépen festhető. Biztos, hogy több rétegre van szükség, illetve fontos az alapozás. Ezt a tárgyat 6 réteg alapozóval kentem le, illetve 6-szor lett lecsiszolva, attól lett a felülete úgymond elfogadható. Az ABS az inkább ipari használatban ismerős alapanyag, szintén olcsó, viszont nehezebb vele dolgozni. A nehézséget azt az úgynevezett tapadása adja, tehát a nyomtató asztalhoz nem tapad hozzá megfelelően, vagy túl erősen tapad, és akkor úgy kell szó szerint levésni a tárgyat. Ez sajnos nem szaktalan. Elég jellegzetes szaga van neki, aludni nem nagyon lehet mellette. Előnye, hogy rugalmasabb és nagyobb hőmérsékletet bír ki. Ennek főleg akkor van haszna, hogyha olyan tárgyat készítünk, amit később beszeretnénk vonni, például warblával. Ilyenkor nincs olyan veszély, hogy megolvad esetleg ez a hordozónak használt műanyag, nyugodtan dolgozhatunk hőlégfúvóval. Hajlamos a vetemedése, tehát ha olyan tárgyat készítünk, ami nem fér bele egy nyomtatótérbe, több darabba kell darabolnunk, előfordulhat, hogy sajnos méretbeli eltérés lesz, összeragasztásnál jelentkezni fog esetleg egy kisebb vájú rajta, vagy lépcső. A megfelelő tapadáshoz fűthető asztal szükséges. Ez főleg olcsóbb nyomtatóknál szokott elmaradni. Sajnos vannak ugyan megoldások, de nem lehet tökéletes nyomatot készíteni fűthető asztal nélkül. Az asztalfűtés olyan 60-70 foktól indul, viszont az ABS ennél még magasabb hőmérséklet is kell. És ez is festhető szerencsére. Említettem, hogy sokféle színben megtalálható, viszont az utómunkák véget előbb-utóbb sajnos festenünk kell ezeket az anyagokat. Van egy speciális anyag, az úgynevezett TPU. Ennek nagy hátránya, hogy nehéz vele jó nyomatot készíteni, pontosat legalábbis. Viszont rugalmas tárgyakat készíthetünk. Jelen teszt, amit végeztem, egy újra felhúzható darab teszt, olyan, mint egy cső, szépen hajlik, cosplay készítés olyan helyen, ahol hajlítani kell esetleg bármilyen tárgyat, oda jól használható. Sokféle vegyszernek ellenáll, ez igazából előny és hátrány is, festhetőség szempontjából előny nekünk, mert a festékek oldószere nem támadja meg. Vannak speciális alapanyagok, ezek kicsivel magasabb, viszont valami különleges tulajdonságuk van. Van, ami fahatást ad, ez úgy kell elképzelni, mintha szeletekre vágott fa lenne, tehát mint egy faragott fa felület. Készíthetünk fémhatású tárgyakat is, ezek előnye, hogy csiszolható. Felpolírozhatjuk. Tényleg úgy néz ki a tárgy, mondjuk egy késpengéje, mintha az fémből lenne. Van egy olyan speciális anyag, ami a könnyebb megmunkálást teszi lehetővé, ez a gipsz hatású. Ezek műanyag tárgyak, csiszolhatók, reszelhetők, viszont milyen műanyagból van, ezért kicsit nehezebb csiszolni, mint mondjuk a fát. Ez a gipsz hatású anyag pont ezt teszi lehetővé, hogy könnyebben tudjunk vele dolgozni. Illetve van egy olyan speciális anyag, ami sötétbe világít. Ez akkor lehet jó, hogyha elektronika nélkül szeretnénk olyan kiegészítőt készíteni, ami világít. Hátránya viszont, hogy nem túl erős a fénye. Tehát mondjuk egy kristályba használnám, akkor csak sötétben látszik jól. Szeletelő vagy nyomtató program. Ezen nagyon sok múlik a nyomtatás folyamán. Szeletelésről általában valami ilyesmi jut eszünkbe. És ez nem is áll távol a valóságtól. A kész modellünket
szeletekre kell bontani. A nyomtató szeletenként tudja feldolgozni az információt, szeletenként fogja elkészíteni a modellünket. Így néz ki maga a nyomtató program. Középen látható maga a tárgy, amit szeretnénk kinyomtatni. Minimális manipulálása van lehetőségünk, forgatni tudjuk, tükrözni, méretét állítani, viszont itt sincs lehetőség például, hogy ide szeretnék egy feliratot tenni. Itt láthatók az alapparaméterek, amikkel tudunk manipulálni, ezeknek komoly jelentősége van a minőség szempontjából. Itt a jobb szélén látható egy ikon, ezzel tudunk nézetet váltani. Ugyanis belenézhetünk magába a modellbe is. Látható, hogy a modell belseje az nem teljesen tömölt. Ez azért van, mert így időt, illetve anyagot is spórolhatunk, illetve maga az anyag így is kellő szilárdságú lesz. Ránézésre egy teljesen tömött tárgynak tűnik, viszont valójában csak a 10%-a van kihasználva. Ilyenek súly szempontjából is van jelentőség, ha például valahol egy könnyebb tárgyra volna szükség. Fent láthatunk egy kis információt a várható nyomtatási időről, illetve a felhasznált anyagról. Ez azonban csak hozzávetőleges. Mint látható, a satszolt idő elteltével a nyomtatás itt még csak 92%-nál tartott. Ennek a félholdnak a nyomtatása, ennek is csak a felének, mert ez két részből van összeragasztva, 6 óra volt. Úgyhogy maga a tárgy az 12 óra alatt készült el, az alapja. Ezek azok a paraméterek, amikkel foglalkoznunk kell, hogyha valamilyen tárgyat szeretnénk kinyomtatni. Ebből én kettőt emelek ki, a réteg vastagságot, illetve a hőmérsékleteket. A hőmérséklettől függ például a felülete a tárgynak. Ha túl hideg az anyag, akkor nem tudunk eleget megolvasztani adott időben, hiányos maradhat. Ha túl sokat olvasztunk meg, akkor pedig hücskös marad a széle. A rétegek azok pedig egyben meghatározzák a nyomtatás minőségét. A hőmérséklet szempontjából a gyártók nem hagynak minket teljesen magunkra. Vagy a doboz oldalán kapunk információt, vagy a dobozban lévő apró kártyán feltüntetik az általuk használható termékeknek a hőmérsékletét. A réteg vastagságnak a nyomtatás minőségénél van jelentősége. Ha a táj kontúrját szélesebb szeletekkel közelítem, akkor nagyon sokat fogok veszíteni a tájból. Íves felületeknél különösen igaz ez. Minél vékonyabb szeletekre vágom szét a tárgyat, annál szebb lesz a minőség. Ugye milyen lesz a felület minősége, és meddig tart a nyomtatás? Ez a két dolog szorosan összefügg. Minél sűrűbb a réteg, annál tovább fog tartani a nyomtatás, annál több réteget kell a nyomtatónak elkészítenie. A példán látszik, hogy ugyanazt a tárgyat 0,2 mm-rel kinyomtatva, ami két papírlap vastagsága, csak 16 percig tartott, viszont egy fél papírlap vastagságára szeletelve már egy órán át. Ez a tárgy valóságban nem is túl nagy. Ekkora csupán, és belül teljesen üreges. Ugye így néz ki nyomtatás után. Látható, hogy a 16 perces, 2/10-es réteg az nagyon csúnya még, az 5/100-os az már egy elfogadható. Utómunkára minden esetben szükség van, a kész tárgyak akkor nem igényelnek utómunkát, ha később egy bevonat kerül el. Milyen lesz a felület utómunka után? A pálca végét, amikor elkészítettem, nagyon csúnya volt az eredmény. Rengeteg csiszolás, alapozás volt hozzá szükséges, hogy egyáltalán elfogadható legyen. A csiszolások után pillanatragasztóval nagyon szépen ki lehet tölteni az apró réseket. És 6 réteg alapozás, illetve csiszolás után ezt a felület minőséget tudjuk elérni. Ennél jobbat nem is nagyon tudunk készíteni, mert igazából itt már a felület az alapozónktól, illetve a festékünktől függ. Mi elég a nyomtatótér? A kapható gyári 3D nyomtatók, amik otthoni felhasználásra készülnek, általában 200 köbmilliméteres területek,
tehát 20 centiszer a nyomtatótejünk. Ez elnézése nagyon picinek tűnik, ellenben, ha megpróbálnánk kitölteni, jelen esetben a saját nyomtatóm képe látható, ami 10 centivel nagyobb minden irányba, több nap jön neki. És mindez csak 10%-os kitöltésnél. Ha szeretnénk kinyomtatni egy nagyobb cosplay kiegészítőt, például Katarina kardját, az még az én XXL-es nyomtatóterembe se fér be. Szükséges a modellek darabolása. Ez egy letöltött modell volt, előre összedarabolták nekünk a lehető legkisebbekre. Így alkalmas a legkisebb nyomtató is a kinyomtatására. Ha saját modellt készítünk, akkor is gondoskodnunk kell arról, tervezés során, hogy a modellünk darabolva legyen. Ezt a modellt kinyomtatni kb. 25 óra lenne. Ráadásul ugye Katarinának két kardja van, tehát egy 50 órás nyomtatásra számíthatunk, amit még utómunkálnunk is kell. Ez a legrosszabb minőséggel lett számoltatva, tehát ha szép minőséget szeretnénk, közel 100 óra nyomtatás időre számíthatunk. Milyen nyomtatók vannak? Általában ilyen kinézetű nyomtatókkal találkozunk. Tudásban nagyjából egyformák szoktak lenni, amire érdemes odafigyelni, az a fűthető asztal. Az olcsóbb nyomtatóknál ezt szeretik kihagyni, viszont ha ilyet választunk, akkor az utólag nekünk kell beépíteni, viszont az asztal cseréjével egyéb alkatrészeket is cserélni kell, illetve a szoftverbe is bele kell nyúlnunk. Sokkal egyszerűbb, hogyha már be van építve ez az alkatrész. Megkönnyítjük vele a munkánkat. Léteznek 3D nyomtatókitek. Ezt úgy kell elképzelni, mint egy építőjátékot. Egy dobozt kapunk, kicsomagolva rengeteg alkatrészsel, amit nekünk kell összeállítani. Nagyon jól vannak dokumentálva, és a doboz mindent tartalmaz, össze kell szerelnünk. Általában olyan 2-3 óra alatt a gyártó adatai szerint össze is lehet állítani, és rögtön egy működő gépet kapunk. Előnye, hogy így biztosak lehetünk abban, hogy minden a helyére került, minden csavar meg van húzva, és ismerjük a gépünk felépítését. Ha szeretnénk valamit később módosítani, biztos, hogy lesz valami, amit akarunk rajta továbbfejleszteni, akkor könnyebben megtehetjük, hiszen ismerjük a teljes szerkezetet. Egy másik lehetőség, ha mi magunk építünk 3D nyomtatót. Bonyolultnak hangzik elsőre, de annyira nem bonyolult. Gondoljunk csak magára működés jelve, úgy működik, mint egy agasztópisztoly. Maga a nyomtató fej ekkora összesen. Ez az az eszköz, ami a műanyag szálat megolvassa, és az olvadt szálat kijuttatja az asztalunkra. Ezt a fejet kell mozgatnunk. Nagyon sok megoldás készült, ugyanis maga a 3D nyomtatás teljesen ingyenes, bárki számára elérhető, nyílt forrású. Ez alapján készült például a saját gépem, ami itt látható bal oldalt. Ez egy nagyobb méretű gép, cirka 60 kg, nagyobb, mint ez az asztal. Készítettek 3D nyomtatót például csővezetékekből, műanyag csőből. De ha van 3D nyomtatónk, miért ne nyomtassunk 3D nyomtatót? Itt a műanyag alkatrészek nyomtatva vannak. Illetve akár menetes szálból is összeállíthatjuk a saját 3D nyomtatónkat. Bizonyos részeit természetesen nyomtatni kell, úgyhogy a tyúk és a tojás esete. Illetve nem olyan rég találkoztam ezzel a jobb alsó példával. Egy mini 3D nyomtató, a tenyerembe elfér az egész szerkezet, és képes jó minőségben nyomtatni. Készültem nektek kinyomtatott darabokkal, kisebbnél darabokkal, ebből mindenki vihet a készlet erejéig, lehet kísérletezni a felület utókezelésével, festékekkel, csiszolással, reszeléssel, illetve a különleges anyagok közül, illetve nem is annyira különleges, viszont érdekes, az átlátszó. Az átlátszó anyagból nyomtatott tárgyat, hogyha átvilágítjuk, akkor a pontszerű fényből egy homogénebb felületű fényt kapunk. Ezt nagyon jól tudjuk használni például kristályok készítésénél, ahol cél az, hogy átvilágítva homogén fénye legyen.
Ebbe a kristályba két szem lett található, és ennek a fénye lett így megcsinálva homogénre. 3D nyomtatásnál nagyon ritkán kapunk tökéletes felületet elsőre. Ez a tárgy elnézése jónak tűnik, viszont sok hibát tartalmaz. Első elnézése nem látszik, viszont rétegekkel vannak gondok, egyéb hibák vannak, ezt tapasztalati úton lehet csak megoldani. Ha valaki vásárol egy 3D nyomtatót, vagy készít egyet, akkor szinte biztos, hogy hosszú idő fog eltelni, mire maga a nyomtató megfelelően fog működni. Sajnos nagyon kevés az a nyomtató, amit megvásárolunk, kicsomagolunk és elsőre tökéletes eredményt hoz. Lehet kapni készeszerelt nyomtatókat is, viszont azokat is nekünk kell még továbbfejleszteni, beállítani. Ez sajnos nem lehet megúszni. Illetve látható olyan tárgy, ami már egész elfogadható lett. Ez 3 réteg festéket tartalmaz, illetve meg lett alaposan csiszolva. A festhetősége az nagyon tetszett elsőre. Minden festék megtapadt rajta, amit használtam. Az akrilfesték is, illetve a fújós festékek alapozója is. Maga a tárgy az nagyon erős. A mintákban ott kipróbálhatjátok, tehát például egy Warblához képest sokkal keményebb akár egy réteg is belőle. Nyilván felhasználástól függ, kitöltéstől függ, viszont kísérletezni kell ezekkel az anyagokkal. A nyomtatószál, abból is hoztam egy mintát, ez így néz ki, hasonlít a Damilhoz, viszont nem az. Damillal ne próbáljuk ki a nyomtatót, nem fog neki jót tenni, nem fog működni. Ez sajnos tapasztalat. Hasonlít el, miért ne próbáljuk ki? Részletes tárgyak nyomtatásánál tudunk például feliratokat is nyomtatni egész szép minőségbe. Tehát ez például a lehető leghosszabb minőséggel lett nyomtatva, mégis olvasható lett a felirat, és maga a tárgy is elég erős lett. Tehát ez csak egy vékony tárgy, mégis elég erős ahhoz, hogy használható kiegészítőkészülő. Nagyon meg kell ahhoz hajlítanom, hogy egyáltalán el tudjam törni. Ezt szintén kipróbálhatjátok majd a zacskóban lévő tárgyakon. Készítettünk teljesen üreges tárgyakat, ez például a gömbömnek a tartója. Teljesen üreges a belseje, össze is tudom könnyen nyomni, viszont így is elég szilárdságot ad például egy tartó feladatra. Illetve a felülete is minimális csiszolás után elfogadható. Mivel ez egy hőellágyuló anyag, utólagos beépítés is lehetséges, tehát ebbe például mágnes került utólag. Nagyon-nagyon egyszerű beépíteni egyéb tárgyakat, egy megolvasztott darab műanyaggal már megolvad az anyag, vagy fémtárgyakat, ha felmelegítünk, tudunk be lukokat szúrni, sokkal egyszerűbb, mint fúrni például. Szebb lesz a felülete. Illetve festő mintát készíthetünk belőle nagyon könnyen. Ha fontos az, hogy egy festésnél szép legyen a kontúr, készíthetünk bele festő sablont, amit odaragasztva a felületre könnyen körbe tudjuk kenni, lefújhatjuk körbe. Az anyag ki fogja bírni az oldószereket, és jó lesz a kontúrunk. Mondjuk egy szövegnél annyira nem vészes egy ilyen aprócskánál, viszont egy komolyabb tárgynál vagy komolyabb feliratnál ott már lehet jelentősége. Ez például egy festőmintának készült tárgy. Az első tárgy, amit készítettem, az egy nyomtató alkatrész volt, ugyanis ha van 3D nyomtatónk, mint említettem, miért ne készítenénk vele a nyomtató alkatrészeket. Ez is éppen arra készült. Egy fontos eleme, ha nincs tárgyhűtésünk, tehát magát az asztalt felfűtjük,
a nyomtatófej meleg, a nyomtatott tárgyat hűtenünk kell. Ezt minden rétegnél meg kell csinálnunk, különben nagyon csúnyán fog kinézni, mint ez. Maga a 3D nyomtatása az jól használható cosplay kiegészítőkhöz, viszont sajnos megvannak ennek a technológiának is a határai. Kísérletezni kell, a határai igazából a csillagoség, a kreativitásunk szab határt. Köszönöm, ennyit szerettem volna.